vezetői engedély. Ez a kártya egyes fiatalok körében státuszszimbólumnak számít. Azonban számos más indok is ahhoz vezetheti az embert, hogy ezt megszerezze. Hisz a gépjármű, amit ennek segítségével vezethetünk, lehet csupán egy utazási eszköz, lehet kikapcsolódás, egyes helyeken már akár munkakövetelmény, és még akár más is, embertől függően. Egy dolog azonban biztos. Manapság egyszer majdnem minden ember eljut oda, hogy megkísérelje megszerezni azt. Ma Olá János gépjármű oktató segítségével mutatjuk be ennek módját az aktuális 2023-as jogszabályok alapján. Az oktatás mai állása szerint online főleg, tehát otthoni tanulással indul az egész iskola. Ahhoz, hogy el tudjon indulni valaki tanfolyamon, először is egy orvosi vizsgálatra van szüksége, ahol megállapítják azt, hogy vezetésre képes állapotban van. Ha ez megtörténik, akkor lehet jönni ide jelentkezni. A jelentkezéshez személyigazolvány, lakcímkártya szükséges, illetve egy e-mail cím, amire az online tananyagot el lehet küldeni. Amikor ez megvan, akkor itt megjelenik, adatokat rögzítjük, a jelentkezési lapot elküldjük a hatósághoz, természetesen online formában, és attól a naptól kezdve lehet tanulni egészen fél évig, ugyanis az online tanfolyam fél évet ad, illetve 75 óra tanulási időt. Vizsgákról annyit, hogy az első elméleti vizsgát minimum 9 hónap alatt meg kell csinálni, illetve egy sikeres vizsgát kell tenni 12 hónapon belül. Rövid idő alatt meg lehet csinálni aránylag, mert otthon tanul, akkor, amikor ő szeretne. A sikeresség ettől függ, hogy mennyire veszi komolyan. Egészségügyi rész kétféleképpen működhet, vagy gyakorlati részben, tehát ami azt jelenti, hogy tanfolyamon keresztül, a másik pedig ugyanígy online. Az online rendszerben sokan vizsgáznak, és többnyire sikeres vizsgát tesznek. Nagyon szépen le van írva ott is, videókkal illusztrálva minden, amit tudni kell. Kérdésbank megvan, amire válaszolni kell. Azokat a kérdéseket fogja kapni az egészségügynél is. Az elméleti rész elvégzése azonban még nem jelenti azt, hogy megszereztük a vezetői engedélyt, hisz ezután következik még a vizsga gyakorlati része. A gyakorlati oktatás az elméleti vizsga után kezdődhet el, ugye sikeres elméleti vizsgát követően. Ha ez megvan, a vezetést el lehet kezdeni. A vezetésnek van 9 alapóra, amit teljesíteni kell, ez többnyire rutinpálya, illetve az alapok oktatása. Utána van városi oktatás, illetve van 4 országút és 2 éjszakai vezetés. Ha ez mind teljesült, és a jelölt föl van készülve arra, hogy tudás szempontjából, hogy egy vizsgát tudjon tenni, akkor le lehet jelenteni vizsgázni, és meg lehet tenni az első vizsgát. Amikor ugye a vizsgabiztos odaérkezik, akkor ő bemutatkozik, személyigazolványt elkéri, jelölt is bemutatkozik, és utána a jármű ellenőrzésével papírokat ugye lerendezik, jármű ellenőrzését elkezdi, minden egyes alkalommal, amikor a vizsga van, a járművet le kell ellenőrizni, hogy megfelelő a forgalomban részt lehet-e vele venni. Ha ez megtörtént, elindul a vizsga, és 50 percen keresztül utasítást kap a jelölt. 5 vizsgát lehet tenni, ha ez nem sikerül. Az 5. vizsga sem, akkor pályakalmossági vizsgálatra kell menni, Budapesten van. Ha ott megállapítják, hogy alkalmas, akkor utána bár
hányszor vizsgázhat, ha pedig megállapítják, hogy nem alkalmas, akkor minimum 2 év helybejárás van. Resszvizsgától számított 2 éven belül le kell vizsgázni a jelöltnek. Ha ezt nem teszi meg, elveszett az egész tanfolyama. Egy kicsit le vagyunk maradva talán a technikától, vagyis hát nem mi, hanem a döntéshozók, ugyanis az autóba nem működhet vizsgán a tolatókamera, nem működhet a radar, tehát nem adhat hangjelzést. Mint hallhattuk, egy vezetői engedély megszerzése közel sem olyan egyszerű, mint az elsőre tűnik. Azonban, ha rászánjuk magunkat, hogy megszerezzük azt, a belefektetett pénz és energia kifizetődik.